Azt az irányvonalat, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban egyre több időt töltenek a kütyükkel és az okos eszközökkel nem lehet megállítani. Fogalmazott Spingár Andra a gyermekházi orvos. Számos olyan kutatás jelent meg a közelmúltban, amik azt igazolják, hogy a fejlődő idegrendszerek kifejezetten károsak ezek az informatikai kellékek. A legfontosabb a tudatos eszközhasználat. Dr. Spinger Andrea szerint a szülőknek korlátozóknak kell lenni, szabni kell egy határt és felügyelni a tartalmat. A szakemberek szerint két éves kor alatt célszerű teljesen elhagyni, hat éves kortól pedig egy óra okos eszközhasználata elfogadott. 21. században az okostelefonnak, a tabletnek, a számítógépnek, a tévének használata az természetes. Akármennyi is akarjuk, nem tudjuk elkerülni, meg megóvni a gyerekeket. De történtek olyan vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy a fejlődő idegrendszerrel kifejezetten károsak ezek az eszközök. Ezért nagyon fontos, hogy mértéket tartsunk. Figyelemzavar a koncentrációs képesség csökkenése, függőségek kialakulása és mozgásszervi károsodások is lehetnek a következményei a túlzott használatnak. Ennek ellenére a teljes tiltásról megoszlanak a vélemények, hiszen számos előnye is van ezeknek az eszközöknek. De úgy gondolom, hogy ha megvan a bizalom a szülő meg a gyerek között, akkor a bármilyen kérdés fölmerül, akkor a gyermek oda tud menni a szülőhöz, és a szülő pedig el tudja dönteni, hogy most ez helyes, vagy nem helyes, vagy hol vannak a határok. Teljesen, ahogy mondtam, elzárni őket nem lehet tőle, meg nem is, nem is szabad, mert vannak azért pozitívumai is, hiszen olyan magabiztosságot fognak így megtanulni az összes informatikai eszközzel kapcsolatban, ami a mai világban nélkülözhetetlen. Fejlesztésekre és információszerzésre is hasznosak az okos eszközök. A használatuk kapcsán felállított pontos szabályokra is kitérünk Családi Asztimű magazin műsorunkban, ami elérhető YouTube csatornánkon.